Varga Ákos vagyok, social media szakértő. Szeretnék lenni majd egyszer, én tanácsadónak szoktam magamat nevezni. Én, amikor elkezdtem a reklámszakot, nekem a feltett szándékom az volt, hogy én reklámokat fogok készíteni. De elég hamar bebizonyosodott, hogy ide azért kicsit több kell, hogy valaki labdába rúghasson. Mondhatjuk, hogy elég sokat lógok a neten. Ez korbetegség tulajdonképpen. Én a lájkolás anatómiájából írtam a szakdolgozatomat. A funkció érdekes felhasználásait kutattam, illetve azt, hogy miket fejezhetünk ki csupán a lájkolással. Létrehoztam 10 csoportot, ami a különböző lájkolási szokásokat, illetve kommunikációs formákat dolgozta ki. Ezen kívül én a lájkolásnak elég sok lehetőségét, hatását kezdtem el vizsgálni, hogy mérhető-e gazdaságilag, pszichológiailag. Ezen kívül megvizsgáltam a pszichológiai hatásokon belül azt, hogy okozhat-e függőséget a lájkolás. Foglalkoztam a gazdasági mérésén belül azzal, hogy hány forintot érhet egy lájkoló, ami szerintem úgy, ahogy van, fölösleges igazából, mert szerintem fölösleges mérni, mert nem lehet úgy kifejezni egy lájkolót, hogy hány forintot ért, mert ahány lájkoló, annyi aktivitás. Ugye sokak szerint a lájkolás az azoknak való, akik lusták kommentelni. Hát ez valahol igaz is, de ugyanakkor elég sok mindent ki lehet vele fejezni. És ez azért érdekes, mert ez a funkció már teljesen megváltozott az eredeti létrehozott funkciójához képest. Voltam a reklámfesztiválon. Nagyon izgultam amiatt is, hogy megfelelően tudjam hozni azt a színvonalat, amit az előttem és utánam szóló előadók is hoznak. De azt kell, hogy mondjam, hogy kellemesen csalódtam. És annyian megdicsértek, hogy ez önbizalmat adott a következő előadásokhoz is. Én úgy érzékeltem, hogy a szakma abszolút tárt karokkal fogadott, mert olyan nevek és olyan szaktekintélyek jöttek oda hozzám gratulálni, akikre nagyon-nagyon fel tudok nézni. Valljuk be, hogy ez a Facebook egy elég megfoghatatlan terület, és a hozzáértők is nehezen tudják behatárolni, hogy mi is az, amivel foglalkoznak. Igazából meg se tudják magyarázni, mi az a social media szakértő. Mert szerintem ennek a témának se szakértője nincsen, se igazán megmagyarázni sem tudod, hogy mivel foglalkozol valójában, de valahogy nevén kell nevezni a gyereket, tehát maradt a tanácsadó. Két variációja létezhet annak, hogy valaki csak és kizárólag a social médiában megéljen. Az első, hogy egy olyan nagy céghez bekerülni, akinek van annyi kerete és büdzséje, hogy 0-24-ben valakit azért fizessen, hogy csak ezzel foglalkozzon. A másik pedig az, hogy megfelelő mennyiségű kis céget kell gyűjteni, akik azt mondják, hogy eseti megbízásra szeretnénk, hogy úgymond feltuningold a cégünket, de ehhez az is kell, hogy belássák, hogy nem elég az, hogy jelen vannak a Facebookon, hanem rendszeres kommunikáció és rendszeres jelenlét, játékok és aktivizálás is fontos. Míg külföldön már észrevehető az a tendencia, hogy akár külön embert is foglalkoztatnak azért, hogy éjjel-nappal online legyen és figyeljen arra, hogy mit kommunikál a cég, illetve hogy mi a vélemény a cégről, ez Magyarországon nem jellemző. A mai világban szerintem nem attól függ, hogy ki mennyire sikeres, hogy milyen végzettsége van, hanem hogy mennyire tud jól helyezkedni, illetve hogy milyen ötletei vannak. Úgyhogy remélem, hogy egyszer jön nekem is egy olyan ötlet, amivel sikeres lehetek.